Az ulói fideszes polgármester nem hagyta magát saját pártársaival szemben sem. Februárban még leszavazták, ám utána a lakossági konzultációba kezdett és új voksoláson átvitte tervét, vagyis a kerület átvette a máváltal gazdátlanul hagyott patinás sportklubot, a 102 éves BVSC-t. Az ingatlanok 5 milliárdot érhetnek könyv szerint. A polgármester száfolta, hogy szállodát építenének a területen. Papcsák Ferenc most a vendégük. Jó reggelt kívánok, polgármester! jó reggelt kívánok! Kezdjük egy kicsit, menjünk előre. Tehát az ön vízió, mesél a vízióját, tehát hogy fog kinézni a BVSC pálya és az egész terület mondjuk két-három év múlva, ha minden jól megy. Hát mi a víziónk? Ugye nagyon fontos, hogy az ember merjen álmodni, általában egy ilyen magamfajt ember azért vállal politikai szerepet, hogy hogy a, a környezetét rendezettebben e, tudja látni, vagy rendezettebbé tudja tenni. Nagyon sokat dolgozunk ez ilyen zuglóban. Az, az elmúlt 20 évben nem sok minden történt, és amikor átvettük a, a, a város irányítását, úgy döntöttünk, hogy, hogy, és nagyon sok minden történt az elmúlt 20 évben, például levontották a Tamuszodát, egy másik kerületbe hordják azokat a, azokat a gyerekeket, akik egyébként zuglói illetőségűek, és a 16. kerületben biztosítanunk, vagy biztosítottak számukra úszási lehetőséget. Tehát számtalan olyan dolog történt, amit föl kellett számolnunk. Ilyen volt ez az úszásoktatás, és ez évente uh -huh. 120 millió forintjába került az önkormányzatnak. Mármint, hogy ezt így, így importálni kellett a így Alati van, jelest. tehát egy közbeszerzésen elnyerte egy vállalkozó, és átvitte a szomszédba. Nagyon fontos az úszás, és éppen ezért mi úgy gondoltuk, hogy lehetőséget kell teremtsünk az uglóiak számára, akár az idősek, akár a fiatalok számára, akár a gyerekek számára, hogy megfelelő sportolási lehetőség biztosított legyen. És akkor adódik mint é, bázis itt a van, Itt van egy olyan sportklub, amely több mint száz éve regnál, számtalan hírességet, olimpiai bajnokat, világbajnokat, európai, Európa bajnokot ontott már az országnak, de azonban a tömegsport és a sport terén is nagyon sokat tett az zuglójakért. Nagyon sok szállal, mondhatom, hogy több ezer szállal kötődik zuglóhoz, hiszen bizonyították az emberek az átvétel kapcsán, több mint 8000-en nyilvánultak meg, és pozitív módon, hogy igenis az ugló önkormányzatnak felelőssége, hogy mi történik a szűnyűjtés környékén. Na most arról beszél, amikor első körben leszóhozták, akkor utána ez, erről bizonyos lakossági konzultációról, hogy akkor ugye ön kikérte a lakosság, a polgárok véleményét, hogy kell ez uglónak a, a BBS. És akkor azt mondta a többség, ez, ez, ez egy, szerint, hogy kell. Nem, hát ez egy, egyrészt, de ez egy speciális jogi helyzet, tehát a vízióról. Én azt szeretném, hogy ezen a területen, és ez a, ezt a rendezési tervünk is pontosan rögzíti, egy, egy, egy sporti szabadidőközpont tudna létrejönni, amely jellemzően állami forrásból, tao valósulhatna meg. Nekünk van egy olyan már elfogadott döntésünk, hogy mi építenénk egy tanúszodát erre a forrásainkat. Tehát tanúszoda biztos, hogy épülnek. Rendelkezésre tehát... állnak, 700 millió forintot különítettünk el erre, de teljesen felesleges nekünk ezt a 700 milliót elkölteni, hogyha a BVSZT sporttelepen, ott van egy nemzetközi szintű, ám lerobbant uszoda. Egyrészt, másrészt mm. meg mellette van lehetőség arra, hogy építsünk ö, úgy a további medencéket. Tehát én azt gondolom, hogy össze kell hangoljuk ö, ezt a kérdést, éppen ezért a testületet 2011-ben, még novemberben megkerestem azzal a, a, a kéréssel, hogy vegyük át ingyenesen az államtól ezt a sporttelepet, hiszen a MÁV már lemondott róla, tehát nem biztosított támogatást a sportklub működésére. Másrésztről pedig fontosnak ítéltem azt, hogy jobban integrálódjon a az uglói közéletbe, illetve a, az uglói közösségnek az életébe ez a, ez a sporttelep. De mindenki tudja, milyen állapotban van, tehát egyszerűen rossz állapotban van. van. Tehát 2012. 2012. márciusában ö, a testületünk még arra is felhatalmazást adott, és ezért sajátos az a lépés, amit tettek azok, akik nem értettek egyet végül is egy ponton már az átvétellel, megerősítettek egyhangú szavazattal, tehát mind a kettőt, az ingyenes átvételt is, és a 2012-ben a megvételt is támogatták, tehát arra is felhatalmazást adtak, hogy a mával val egy, egy egyeztetést folytassak ennek az ingatlan együttesnek a megvételéről hogy ön is említette a felkonferálás során, hogy 6 milliárd, 5-6 milliárd fajta térkönyv szerint ez egyébként ezt helytálló, tehát ennyit biztosan ér ez az ingatlan, csak nem szeretném, hogyha a sorsára jutna, hogy lakópark épüljön a helyén, azt szeretném, meg, azt érzem, azt szeretném te... hogyha egy sportközpont jön, tehát, hogyha, itt, ha, hogy maradna. Tehát, ha a víziója, ö, víziójáról kérdezem, akkor két-három év hmm. múlva, ezen a területen, mint ahogy említette, például bővítik az úszodát, felújították, de például szálloda lesz? Nem lesz szálloda. Tudja, nem, hogy nem lesz? Nem, nem, nem szeretnénk szállodát. A városfejlesztési ügyosztályunknak az egyik munkatársa készít ugye, különféle koncepciókat, az egyik koncepciót lenyúlták az asztaláról, hiszen egy, egy városfejlesztési ügyosztálynak az a dolga, hogy gondolkozzon és akkor abban hogy volt ilyen is. a hogy igen, számoda, és ez egy vázlat, készített uh -huh. ilyen vázlatokat, uh -huh. hogy mit lehet ott elhelyezni, illetőleg a rendezési terv milyen elképzeléseket szolgál. Ha lenne ott szálloda, amely mondjuk sport és szabadidős tevékenységet szolgálna, ez sem lenne ördögtő való dolog, hiszen azt gondolom, hogy ha hát sportfunkciókat még... megtartva, ott épülne egy egy olyan szállás lehetőség, ami világos, mondjuk egy edzőtáborhoz elengedhetetlen szükség, ez sem egy ördögtő de való dolog, sem de nem akarjuk uh -huh. ezt, ha azt szeretnénk, hogy az uglójak illetve a fővárosiak számára egy könnyen elérhető, közlekedésileg könnyen elérhető sportlétesítmény maradna, ezt, ezt a jelleget meg is szeretnénk őrizni, és a rendezési tervünk, amit elfogadtunk, és a főváros is elfogadott, itt csak és kizárólag a hosszú-hosszú évtizedeken keresztül sport célú fejlesztéseket lehet csak végrehajtani, tehát itt nem lesz se lakópart, se intézményi, se gyár, semmi, ez, ez, ez megmarad annak, ami volt száz évvel ezelőtt is, és bízom benne, hogy száz év múlva is egy sporttelepet fogunk ott látni. Polgármester úr, futball, ugye az mindig érdekes kérdés, meg ebben sokaknak vannak ambícióik, és ugye azért a BVSC-nek nem is kell nagyon tábora menni az időbe a első osztályú, sőt az Igen. első osztályban is elég komoly múltja van. Ebbe van ambíciója az mint önkormányzatnak, hogy a, a futball legyen ott megint? Az utánpótlás. Itt én utánpótlás. azt gondolom, hát most is majd 300 gyerek futballozik, és nagyon fontosnak tartottam, hogy azok a fiatalok, akik esetlegesen a szabadidő szinten, tehát nem a profi szinten kívánják űzni a labdarúgást, biztosítsunk a számokra a klubon belül lehetőséget arra, hogy, hogy mérkőzésekben tudják lemérni az erejüket. Bizonyították, és egyébként a BVSZ-i fiataljai 19-20 éves gyerekekből egy Blast 4-es osztályban indultunk, mondhatom így, én magam is igazolt labdarúgója vagyok, a, a, csapatnak, indultunk, és most a Budapesti Kupa legjobb nyolc csapata közé be tudott jutni, ami egyébként óriási eredmény, ilyen fiatal, egyébként rutintalan játékosokból összeverbúvált uh, ugye, csapat esetében. Semmiféle olyan ambíciónk nincs a, a klub vezetésében, elnökségében ezzel megállapodtunk, hogy profi szinten Uh, újra megjelenjen a BVSC, csak és kizárólag azt a, azt a célt szolgálva uh, szeretnénk uh, mondjuk esetleg eljutni a BLASZ 1-ig, vagy az MB3-ig, de abszolút amatőr úton, hogy, uh, hogy egy utánpótlás bázisnak legyen egy olyan megjelen, megjelenési formája, hogy egy, egy ilyen uh, Hát megadjuk a, a polgármester most is befér a, a csapatba, igaz? Az, hát, így tehát, így a, am, van, a, le... a akkor majd már, már, már nem, nem, tud, nem, tud, játszani vele. De kell, mert nincs az a sportelep Állapotban. Hát nagyon-nagyon rossz állapotban. a tár társasági adókedvezményből bármiből tervezik-e a, felújítást? Így van, tehát mind, a, mind a, a pályák tekintetében, mind az egyéb létesítmények tekintetében a TAO forrás rendelkezésre áll erre az évre, emlékezetem nem csak 570 millióból már elkezdhetjük ezt a munkát, ugye mivel önkormányzati tulajdonóvá vált, a testület fog minden kérdést megtárgyalni, a sportklubot mi befogadjuk, tehát a BVSC nagy hírű sportklubot szeretnénk ugye magunk mellett tudni. Velük egy nagy szerződést kell kössünk az együttműködésre, de az ugló önkormányzat tulajdonába kerülve szeretnénk, hogyha mindennapos testnevelésnek is egy szinterelt lenne, nagyon kevés a terem, nagyon kevés a, a sportolási lehetőség, egyébként függetlenül attól, hogy zugló a sport és a kultúravárosa, nagyon kevés az olyan tér, ahol tudnak sportolni a gyerekek. Én azt szeretném, hogyha ez is erősíteni a lokál patriotizmust az ott élőkben is. Az a 8000 aláírás egy hét alatt bizonyította, hogy valóban fontos az zuglójak számára ez. Így a végén még azt mondja meg, hogy azt tudja -e, hogy úgy, hogy a BVSC most már birtokon belül, birtokon belül, vannak, és, és egy zuglói klubbá vált tulajdoni szempontból is, évente az önkormányzatnak mennyit kell költeni szakosztályokra és egyáltalán a klubra? Hát eddig is költöttünk, ugye nálunk én úgy fogalmaznám meg, hogy a, az ugló önkormányzat a, a sportra, direkt vagy indirekt formában durván 200 millió forintot áldoz. És mióta a BVSC az övé lesz? Ö... Mondanak, ez, az összeg? Én azt gondolom, hogy nem, mert hiszen most is ugye a, az ingyenes nyugdíjasúszásra mondjuk elköltünk 5-10 millió forintot, tehát a nyugdíjasaink ingyen mehetnek a BVST sporttelepre, de nyilván mi azt szeretnénk, hogyha méltó körülmények között sportolhatnának az ott élők, most az öltözők állapota nem európai színvonalú, amennyiben európai színvonalúát tudjuk varázsolni tovó forrásból, akkor nemzetközi versenyekre is méltóvá tudjuk tenni. Ez, ebben egyébként támogat bennünket a Vízilabda Szövetség is, de az Uszó Szövetség is. Mind a kettő szövetség, amely mind a kettő erő és befolyással rendelkezik nemzetközi szinten is, támogatja a polgármestert abban, hogy ezt a létesítményt rendbe tudjuk tenni. Tehát nem emelkednek egyébként olyan jelentősen a költségek. Hát akkor sok sikert hozzá, meg nem ez a befogadás. Egyszerű egyébként, hát nyilvánvalóan meggyőzöm a képviselőtársaimat. Politikai ügyé tettek egy olyan közösségi ügyet, ami, ami, egyébként, ami egyébként szerintem mindenki számára, mármint a polgárok számára, Nyilvánvaló, hogy, hogy egy, egy nagyon pozitív cél. Szeretném, hogyha rendezett európai viszonyok lennének ezen a területen is. Köszönöm szépen, Nyifortnál! És köszönöm a lehetőséget!